Szevasztok! Üdvözlöm kemény magot, legkeményebb mag. Még itt van a pénteki adásban is, ugye hát mint a Special Team mag, csak még annál is keményebb. És akkor a beérkező szavazatok alapján ö, csökkenő sorrendben a mai három mérkőzés, majd amit még az előző héten bonyolítottak. Ki nem találtad volna, mi lesz a mai téma, na mit szólsz? Rems Ezzel indítunk, amivel mivel indítanánk. Pályán, pályán őrcék kezdenek, hát azonnal Azért így mondom, ugye, mert Kingsbury rátalált a Titan játékra. Azok után, egy Texas teken nem volt, na most akkor Kyler dobogasd meg, mutkor későn jöttünk rá. Harmadik és kettő az nem neki megy, hanem az AJ green indítaná. Jó, Remzi elbír vele. Nem gondoltad volna, karrierje ezen pontján, de Hát most pont így sikerül, Andy lee a pontjába beleér Hoyt. Na most hát a lehető legkeményebbek tudják csak azt ugye, akik itt vannak ezen a csatornán, hogy kell leírni azt, hogy Hoyt. De most beleér. 35-ösről tud kezdeni a Rams. Hát az túl könnyű. Úgyhogy rátolnak egy holdingot. Az mégiscsak hosszabb pálya legyen, megoldható az is. Cooper Cupnak meg a Brandon Powellnek, ugye, egyet jobbra, egyet balra, két veszélyes játékos. Kellett volna még holding abból, hogy itt, igazi kihívással szembesüljenek a megvéjék. Hát a Skovronek fullback, ugye most is rátaláltak erre a pacsírt a csomagra, úgy mondják világszinten, saját nyelvükön, ugye, vagy lengyelül. Külön kiemeli a közvetítésben, hú, Brady Queen, azt hiszem, a Brady Queen volt szakértő. Oké, okay, nem volt college match, Amikor vasárnap nem volt. Szóval így, hát ezzel most összezavarják a ligát, Skavronek mint fullback. Így majd jól tud futni a Henderson? Derről, hát nem igazán. Cooper Cup, bejut az ötösön belőle, maradjunk ennél, gondolják a kosok. Stafford eltalálja, ha már kéri. Gól helyzetben Ellen robinson nagyon nem találja el. Hiába többször a szándék, field goal csak. James Conner, nem tud kitörni sok ember közül, AJ green már ápolják, ha egy drive ment le, három play, már má ápolják, nem bírja. Sok dorcsolás lesz ma, úgy érzem, de nem ebben a drive-ban, ebben nem lesz semmit. Kyler-t megkergetik, three out belekergetik. Cooper Cup, eszeget szépen, ügyesen, hát a Vitekör, nem van nagy kihívás neki? The Jace Vitekör, szokott ott játszani pálya közepén is, néha a szélen muszájból valahogy megoldják. Túl könnyű a Ramsnél, hát akkor legyen egy delay. Az egy kicsit többet kelljen már menni. Higby, screen pass, sikerült 15 yard. Skovronek, hát elég gyenge blokkot mutat be fullbackből. Akers sérelmére. Ő azért azt látta volna, hogyha ha figyelj, végre van fullback, na ez az, akkor most könnyebben tudok futni. Skovronek lesz az. Ja, rendben. Érdekes ez a pozíció, amit Skovronekre rajzoltak, hogy hát wide receiverből bemegy fullbackbe, mert azért az ő felépítésével nem lesz lenne az első, amire így gondolok, hogy oda menjen, mert azért voltak ezek a fizikálisan eléggé masszív vadállat wide receiverek, akik könnyebben ki tudnám nézni, és esetleg fullbackként is tud segíteni, nem? De hát itt magas súlypontúra bízzák. Jó van fiú, hát mint annak idején te beállós vagy, érted? Semmiben nem vagy olyan jó, de próbál meg zavarni a középpályán. Hát ez lenne a scovronek csak ő támadó. Stafford rántotta, az mi? A scrambling, ugye? Scrambled eggs. Lefordított, harmadik és hármat megrántotta. A lánccal együtt Stafford. Cooper Cup sweepből futott 0 új napi challenge kipipálva, ugye Cooper kapnak. Na most lehetne azt egész nap, hogy jó, akkor várom a slotba, megfogom, megint megfogom, és előbb-utóbb TD, és ez a végtelenségig lefuthattatnák az összes drive-ot, de akkor most az lesz. Cooper, ma kell egy futott touchdown Jó, rendben. Hát befut akkor 18-ról, vagy mennyiről. Vannak ezek a napi feladatok a PUBG-ben is. Úgyhogy, hát ez most Coopernek legyen, ma futott tájcdánom. Jó, tölts el a meccsbe 30 perce. Négy darab sérült van a Remsz secondaryben, azt csak úgy mondom. De hát itt ilyen a képzés, érted, a Remzi játszik, ő játszik, hát körülötte meg nem tök mindegy ki van. Hát, végig a safety közül ott a trap jól van. Remsz úgy csinálja a képzés, képzést, figyelj egy hetedik körbe hozunk egy ilyen 3-4 gyereket, meg a remzit beállítjuk, hát most nagyon, nagyon lehetünk szarok, hát öö, annak kéne pedig. De vel vagytok mégis, azért Hollywood Brown, kéne alkotni. Tudod kik ezek a defensív bekkék? Nem, hát akkor meg fog meg mellettük a labdát. First down. Kyler, éri fotbal, az nem jó, mert Donald bántja. Előle azért nehezen menekülgetsz el, még a játszótéren se, hát... Századik szekje Irondonáldnak, óvatos taps. Glendielben van a mérkőzés. Harmadik és 21, simogatják a labdát, pantra felkészülnek. Remsznek hosszú pálya. Skovronek, shift, wide receiverbe. Ó, te. Hát alkotott volna ezen a poszton a Quincy Enunva. Emlékeztek rá a Jetsből. Quincy Enunva annyira fizikális wide receiver volt, összes csontja eltört, visszavonult 26 évesen, de ő tudott volna egy fullback per wide receiver poszton alkotni, meg az Anquan Boldin, hát az már pazarlás lett volna, vagy nem? Blenton, nézzük az elkapás, bőséges elkapás a Ramsnél. Blenton tavaly játszott náluk, volt, hogy kezdő volt Higby sérülése alatt, aztán az annyira voltak vele megelégedve, hogy így végül a százas keretben nem fért be, úgyhogy a Chiefsnél focizta végig a felkészülést, vagy csak a felét. De most akkor kiklémölték a gyakorlók közül, ha visszatért, egyből tud menni. Play action, Skovroneknek pacsírta 26 yard. Működik a terv, hallott? Hát tökéletesen ha sem a tizája. Ha nem tud reagálni Arizona coaching staff. Hogy lehet érted, egy rams meccsen outcoacholják az ellenfelet? erre kiszámított érted Kingsbury-nek a stábja. Oda áll széttárt karokkal, hogy most ezzel mit csináljunk, ugye? Nem, mint nem láthattátok volna a filmen. Cooper Cup megy a backfieldre. Na most az azért, mert oda a követő emberfogás az eléggé nehézkes, hogy akkor most ki hova menjen. Jó, elindul onnan, lövi neki előre Stafford, nem sikerül, de fog majd sikerülni mások ellen. Harmadik és 12, Higby, screen pass, kiszedik a lábát. Na, field goal csak. Pipába berúgja rúgó. Kapufás, főső kapu, jön nagy gól. 13-0. Nincs az a kapus, aki ezt kiszedje. Kyler, hátba dobja James Cunnert. Felkészült az offense. Jó, mindegy, akkor Terrell Lewis. Szek. Harmadik és 14, az Örc felé megy, Remzi beleavatkozik. Hallod, nézegetem ezt a kárdinázt, Vakon bemondtam a tippem a következő heti meccsre, ahol a Panthers ellen játszanak. Bejutom, hogy hát talán majd megnyerik. De elkezdem nézni ezt, ha az esküszöm kikapnak a Panthers ellen. Hát mi van itt? Panthers, be jó a defense. Ne röhögjél. Eh? Hát ott jó, jó a defense. Majd holnap rossz tippekben rámegyünk, de komolyan elbizonytalanodtam, hogy itt most akarok én erre a kártra tippelni hallott. Volt nekik egy jó negyedik, eddig. Stefford, 60 jardos tásdánt akar, tutu etvel, nem ér oda. Miért nem ér oda? Azért, mert lassú dög. Tutu etvel, 155 font a gyerek. Kevés, tehát ő, úgy mondják, de vont kisebb sokkal, de nem gyors. Érted, hát mert ő a összecsalt prodélyen érted a 4-4-et érte el, szóval. Ez a lassúnak számít, tehát ennyi ekkora testtel érted a 3-95-öt kéne futnod. De nem annyit futottál, öreg. Hát a Metcalf gyorsabb nálad. 100 kilo van nehezebb. Tutu etvelt vágjátok ki. Amíg akkor könnyebben nyernének sokkal, hogyha kivágnák. Jó, ja, igaz. False start. Incomplete pass. Hendersonnak pont. Arizona holdinggal kezd. Hollywood Brown maga is meglepődik, hogy felhozza a negyedik és centire. Hoppá, nézz itt a kezembe a labdait, itt a nyalokkal nem is messze. Milyen jó játszók gondolja Hollywood, erre nem számítottam magam se. Cliff, támadás, saját tér felén mondja, menjünk, fiú, Connor megcsinálja. Pont nem jár érte, hogy a negyedik az a saját térfélen áttoltad, de ha mindegy, Ino Benjamin majd még darálja magát, durálja utána. Ha mind a kettő helyes, bár ne daráljátok magatokat otthon, ha ezt most úgy nézed a konyhában. Option, Remzi mindenütt ott van, embertelen mennyit szered a csávó. A helyéről, negyedik és kettő, az a Hollywoodnak megy. Hát nagyot mész Hollywood. Itt egy screen, kiszabadul a tömegből. Dorcs. Előre dorcsol, free play. Hát az egyértelmű meg lesz, Greg Dorcs, bosszú meccs. Itt a egyik fecsegő tipegő ide járt a korábban a bölcsibe. Dorcsi. Örc. Vörös begy démon. Bejut. 20-ason ott élnek a vörösbe egy démonok. Várjuk a Konár TD-t. Várjuk, mert hát ő mindig beviszi. Várja Cliff is, azt mondja, vidd be White cat Minus. Se ő nem viszi be, se Earth nem tudja befejezni. Hát a Prétör be tudja fejezni. Na nézzük, gól. 3-13. Két perc az órán. Jó defense Henderson ellen. És Marco Wilson ellen Robinson ellen, megcsinálja magáét, pont. 48 másodperc marad az órán, AJ Green visszatér pályára, taszítja a labdát. Örc mozgatja a láncot, Hollywood Brown szintén, Isabella pályán van, oké, okay. honnan tudom? Holding. A kis termetű részéről. Villan újra Hollywood Brown, Holding újra Arizona. Második és 14, Dorcsnak fogható labda, field goal távolságba. 7 másodperc, na Prétör lezárja pontokkal, bravúros drive volt. Most azért Cardinals iparkodni kellett, azért haladni is kellett, összerakták, hát ebbe ez volt a maximum. Így nagy sikerélménnyel tudunk menni a szünetre. Steffordot Szekkeri, J.J. Watt. Ó, hát egy nagy fordítás lesz, mint a Las Vegas ellen. Harmadik és 15, az rövid. Pantola a Rams. Arizona harmadik és 1, ott meg a Conner fut rövidet. Cliff Kingsbury, negyedikre támadás, saját vörös zónájában. Nem fél senkitől ez az edző. Csak a mcvay meg a Senehentől, meg a Pete Carroll-tól. megfutja. Brown már ott tart, hogy tizedik elkapás több mint 100 yard ilyen korán. Azért erre nem kalkuláltunk. Hát milyen jó szakmai munka van itt. Az Arizona-nál. hát egyrészt, hogy edzésmunka, edzés, munka, felkészülés, taktika, borzasztó magas szintű, főleg offense, meg hát ugye a játékos állomány, hát az olyan marha erős. Hát most idehozták Hollywood Brown, nézzük milyen jó játszik. Aztán még egyesek különböző YouTube vlogokban még kritizálták a döntést. Hát kurva jó döntést nézd meg, ha most is. Nem rajta múlik, hogy kikapnak. Há, még nem kaptak ki, ha még megy a meccs. Elkezdenek ilyen option footballt játszani, folyamatosan dobálgatja oldalra Kyler, hogyha meg nem, akkor még megtartja. Számos taktikai variációra fel vannak készítve elmezek, ezek a pintyek, és ráadásul bármikor tudnak váltani. Hogy éppen most mire van szükség? Hát azért ezt kevés csapat tudja elmondani, érted? Brady mikor kezd el dobálni optionöket hátrafele? ha hát nem nagyon. De ez, ez működik, mert jó edző munka van. Explosív playek vannak? Hát azok nincsenek, jó? Ja? Isabella Kendrickkel harcol, hallod? Ez a pár harc. Hát Isabella az egyik leggyorsabb elkapó, vagy játékos, úgy összessége, egyik leggyorsabb játékos a ligában. Kendricknek papírja van, érted, a leglassabb defensív back. Mindenki közül nincs olyan lassú játékos még egy, mint ez a csávó. Aztán, hát első jut a célterületre, Isabella. Ez most hogy van? Ha annyira fizikális ez a Derion Kendrick, hagyjál meg engem békén. Megmondtam nektek a draft, nem tudom, draft előtt, szerintem a draft napján, mert nem is beszéltem a Kendrickről a corneres adásban, ez a csávó, de soha nem hoznám ide, tehát még hetedik körbe se. Aztán hát kikapcsolja a gyereket. Hát ne őrítsi már meg. Field goal 49-ről. 9-13. Shelton holding -a jelentkezik be ugró center. Cooper Cup first nal Melyik a meglepőbb? Touchdown nincs belőle, pedig hát az volt a cél, hogy akkor Cooper ezt vidd már be. Helyette csak first down. Ó, te fütyül a közönség. Jó, igaz azért, mert másik csapatnak szurkolnak. Higby ezekből a pöttyintésekből, ha hát rendre messzire jut. Pedig Titan, ő igazi Titan, hát nem lehet tudni. Most 22 yardot csinál. Akersnek nyílik az alagút, hát ilyen csoda fullback-kel nyilván megnyitják a területet. 14 yardos touchdown, egymás után negyedik érintése volt át, átmegy ezen a jól felkészített Arizona védelme. Zéven Kalinsnak, hát elvette az uzsonnáját a Skowronek. Hallod, nevetség. Odaállítják, hogy mennyi, akkor te vagy a fullback. Ha hát az Austin Kali nézett ki így, aztán felborítja Zéven Kalinszt. Konkrétan a legnehezebb off-ball linebacker a ligában. Tele van az Arizona ezekkel a szélsőséges, kiemelkedő, mért eredményekkel bíró gyerekekkel, aztán semmi nem történik velük, ami jó lenne. Brown befut Kendrick elé, na, de Kyler hiába keresi. Isabella First na tessék, eladó, most nyakába rakták a táblát. Csak egy first down tendi Izabella, nem kell valakinek? Rams? Oda ne küldjétek, mert jobban játszana. Oda helyette tud Türelmes foci kell Kárctól. Nem lehet messzire dobálgatni, ilyen tizeket kell menni. Megtörténik. Kyler higgadt, tudjátok milyen. Beáll Bacelliá is. Akit Bacellinek mondanak csak. Hely, mind a kettőt elfogadom. Ki az a Bacellia? Hát igen. Tehát most ilyen elkapó sorral bírunk. Hogyha a, majd a Hopkins visszajön, milyen jó lesz. Meg a Randall. Harmadik és négy. Hát az nagyon magas. Murray hibázott. Sajnos ezt el kell könyvelni. Negyedik és négy. Táncol kicsit. Kendrick beugrik a Hollywood Brown elé. Ramsey a labda. Ők egy harmadik és egyre állnak föl, amikor a play megy a Skowroneknek. Ha 50 yardot csinál a 10-ből. Csak úgy röviden. Play action megdobja neki. Stafford rá gyorsít a pacsírta. Már majdnem a szárnya is kint vannak. Ad mit ivott Skowronek? Legnagyobb találat. Hát úgy van vele. Megvéj, hogy ha tudja már csak hetedik körösekből tudok csinálni egy csapatot, akkor az úgy izgalmasnak hangzik. Úgyhogy te Skowronek, te fogod megnyerni a meccseket. Megnézném, hogy gaffal mire mennél. Nagyon durván meggyalázzák itt a csendőrséget, hallod. Értsd a Cardinals defense -t hogy ilyen pléjekből tudnak alkotni. Akers fut könnyen, akadálymentesen. Rollout, Ellen Robinsonnak megy a pass ötösön belőle. Ott Akers elfumblizza. Nincsenek újabb pontok, él a remény, kárc. Kell egy nyolcas, meg kell egy hármas. Hosszú pályát lát maga előtt a gyermek. Elég lassú drive, de hát haladnak. Kylernek próbálkozásonként ilyen 5,2 jargja van, ami hát a szuper konzervatív kategória, magához képes meg aztán végkép, tehát erre azt mondaná a gáf, hogy kicsit többször emeld már ki. De hát mindegy, majd most végig mennek. Büntetés se segít rajtuk, mondjuk, csak hátráltatja a leginkább kártyákat. harmadik és 13. jába fut Baby Yoda. 4. és 7. az jó, Hollywood brand -nak. Franchise rekordra tör, halad Hollywood Brown, ő legyen az, aki legtöbb elkapás egy meccset. Jó, hát Larry meg ne tudja. 2 perc 30 van hátra, amikor a felező vonalhoz érnek. Csak mondom, két jelző drive kéne, és nem szívtik. Örc, gyorsan lő távolság. Két időkérése van Kingsburynek. nek Dortz, vörös de belül szekkelik negyedik és ötre berúgatja Cliff a 14-esről inkább. Azt mondja, hogy most akkor újjuk be a field goal tatt, utána onside kick, és nem tudom, Hail Mary. Mi a faszért, érted? Most ha mi nem támadjátok le azt a maradék 5 yardot, meg utána 10 yardot. Utána onside-ból azért, ha megvan, egy play kell, hogy field goal távolságba kerülj, vágod. Főleg a Praetorrel, főleg fedett pályán. De most berúgul ezt a mezőingót, mert egyébként berúgják, ha jó, nyilván. De utána még egy sikerül és az onside kick, hát a az kurva nehéz megcsinálni, nem tudom, észrevettétek-e, Cliff, hogy hát nem igazán sikerül ezen a meccsen. De most azt mondják, hogy jó, rúgjuk be, berúgják, onside kick a Ramsey. Köszönöm. Jobb csapat nyert. Kár ezt másképpen ragozni. Öböl háborúval megyünk tovább. Green Bay, Tampa Bay. Ó, oh, milyen jó meccs. Nem annyira vártam, tehát most nekem attól nem lesz jobb, hogy rajta van a képernyőn a Rodgers vagy a Brady, vagy olykor egyszerre. De hát, hogyha jó fotbal van, akkor jó fotbal van. Na, nézzük, ez mennyire lesz jó. Brady, hát gyorsan odapasszolja az alfának, mármint az elkapók közül. Ki az? Hát a Bresad Perimen. Most ő az alfa, a legjobb mindenki közül. 24 yard. Hát bizonyítja. Ennél többet, mit akarsz? Rettegnek ettől a párostól nem az ellenfél, hanem általában a saját drukkerek, hogy most, ú, most megint a peri mennek, de hát mindegy, majd jó lesz az. Leonard fornet, leveszi majd a terhet. Hát itt a tarcsi fal mögött nem tudom, az milyen erős terv, mert hát egyébként ugye nincs elkapó, nincs támadó fal. Ismerjük Tampa bay -nek a problémáit, nem eszik meg az avokádót. Hát akkor tényleg, amik csodálkoznak, érted, hogy fáj minden. Harmadik és egy, az rövid. Negyedikre passzjáték inkább akkor lenni, mit szólnál, kicsit segíts be, Protection-be Beasley-nek. Megfogja Cole Beasley új igazolás, mert te volna elejteni, hallod. Itt a főnöknek a labdáját, hát. Soha többet nem kerültél -e volna gyepre. Kyle Rudolph, a harmadik ember, aki célba vesz, háromból 3 -három jó pat, az is first down. Hát ebben az összehelytásban is lehet nyerni, gondolják, az. Fornetnek nincs hely, tehát továbbra se. Harmadikra Kenny Clark, Szekket jegyez. Csak átért higany mozgású nóz. Field goal azért jó. Green Bay hamar kiátsza kártyáját, vagy mivel készülnek erre a mérkőzésre? Hát végül is az lesz, Aaron Jones kezébe kerül a labda. Hú, ki gondolta volna, hát most figyelj egymás után többször. Aztán egy play fake, Daps, 20 yardot csinál. Hát van ilyen is, ugye? Megmutatja Rodgers a kártyáját. Itt van Romeo Daps. Jó, ötödik körös vágyi szíver. Mit szólsz, Brady, neked van ilyen? Hát csak régi. A Darden, hát igen. Szóval jelnézegetett, hogy, hogy micsoda figuráknak passzolgatnak itt a legendák, egy ilyen igazi vízi pisztolypár bajt tudunk nézni. Ezen a találkozón. Randall Cab. Screen. Oké, okay, 17 yardot megy előre. Másik veterán. Ez az a fajta vízi pisztoly, ami már olyan régi, már betört a tartály, már nem jön belőle víz, ugye, de még a, a nyeléve fejbe vágod, akit utálsz. Tehát ezt tudjuk nézni akkor. Keményen tetre készen, rendőr mozgatja a csapatát. Daps, vörös zónában is hozzátesz, élvezi a bizalmat. Nap szava. Ugye, Rogers Brady jelenet hát a bizalom. Ugye a Christian Watson, meg a Sammy Watkins civilbe vannak, úgyhogy nem vesznek részt a meccsen. Hát Christian Watsonnak ez borzasztó, mert ugye helyi erő tampából származik, ugye pedig hát a Nordakot a tétre járt, közelebbről nem hívták, úgyhogy hát akkor menjünk oda, Fater. Tásdám megszületik Romeo Dapsnak aki bírja, aki vállalja játékot. Vagy úgy mondják arra felé, hogy Touch Dubs. Hmm, hát milyen szépen már, készülnek a pólók. Sek Mason Holding, hát egyből bajba van a Bucks. Innen már nem igen lesz first down fiú, hiába igyekszik a Russell Gage, meg a Breshad Perryman, ez egy three and lesz. Tehát az, hogy 20 yardot, nem igen lehet három kísérletből. Rodgers körül szűkül a zseb, Tanyent, egy igazi menekülő útvonalon bevonja, first down sunyog előre a Titan. Dubs felé jön a következő pass, 8 8 jó a Rogersnek, csak mondom, hát ezeknek soha nem lesz incomplete passza, igaz, úgy készüljünk. De Dilont, mint Hókotró, hát nagyon nehéz, hogy, hogy hasznos legyen itt azért a floridai időjárásban. Mit kezdesz egy, egy Hókotróval? Lazard megold egy harmadikat, Tyler Davis pörög rollout, play action, bejut a hatosra nagy testű titan igazi titan Lazardnak jön a touchdown slotba, 14-3, halt Green Bay gyártják a pontokat. Én meg még úgy két-ketten bennük, hogy nem tudnak támadni. Ezután mm. egyelőre maradjunk a tampánál, hát ők full startokat csinálnak. Többet? Egymás után több full start? Brady hogy viseli? Hát nagyon jól. Neki az, hogy győzelem vagy vereség egyre megy. Látod az arcán. Meg hát ismerjük így a huszonvalahány év alatt Tom brady -t. Ő játszani szeret, nem nyerni. Ő nem azért megy oda, hogy most akkor megnyerjünk mindent. Hagyjad, már fiúk focizunk. Nem barátok vagyunk, jól érezzük magukat, beszélgetünk utána. Most az, hogy false hát akkor false start. Hát most ki nem szagyja le, értél. Majd elérüljük, utána támadnak. Ők támadunk, mi? Mindenki jól érzi magát. 3. és 12. Gary Szek. Így akkor még jobban pont. Green Bay RPO, bekapcsolják az időgépet. Rendel Cabra, az kellene, hogy téged most visszaviszünk. 44 yardot idéz meg ifjúságából bizonyos útvonalon is sokat ér, hogyha vajg van a rutinod, mert így alkalmazkodsz, mit a védő, döntési lehetőséged van, és hát ezt kiváló kiválóan meghozza, tudja, hogy merre kanyarodjon az útvonal a végén. Rogers meg észreveszi őt. Úgyhogy 44 jart hallod Redzone Red Zone percek AJ Dillonnal következő itt a sajtfejű tévén. Gólvonalon azt találja ki, trükkös, Tad Boz bácsi, Robert, ő, Tad Robert Boz, hogy Vita vea, te leszel az, vissza mész coveragebe, te vagy itt a legnagyobb ember mindenki közül, mit szólná? hogy akkor hátrafele, hátrafele menjél, jön valaki, felveszed, oké, okay, tolódsz vele, benne vagy zónázgatsz, hány kiló vagy Vita, az lehet tudni, nem lehet tudni, mert összetört a mérleg. Ja, amikor ráléptél, hát próbáltuk lemérni, aztán sajnos beszakadt az egész. Hát mindegy, akkor a nagy darab, vagy úgy látom, Ha hát igen. Menjél már vissza, akkor felveszel valakit, jó? És akkor azt kellene, hogy enged az elkapást. Hát azt nem bírom főnök, én én elütöm a picsába. Jó, de most, most enged célterületen kívül. Engeded a csávónak, és amikor már pont megfognak, hogy ráversz, és akkor abból lesz egy fanból mit szólnál Vita? hát és akkor a kórházi számlát kifizeti. Az a ne törődj, el van intézve, úgyhogy légy szíves, akkor nézzük coverage -be, mit tudsz. Jó, Vita a a hátra zónázak, várj, akkor valaki dobjon neki. Azt gondolná, hogy a Nostekül megy zónába, akkor ezzel csalogatja, hogy a passzoda oda menjen. Ez hát valóban, vannak ilyen rutinos irányítók, akkor megpróbálják. Tesztelik coverage képességeit, Aaron Jones kéri, Rodgers odapasszolja neki, kineveti őket, nosztekő zónázik, hülyék vagytok ellenem, odapasszolja, Aaron Jones megfogja, Vitavea, telibeveri őt, kis labda, elpattok tőlük, Fumble megszerzi a Buccaneers, Todd Bosz bácsi, sikeredző. Brady ott tart, 12 pass, min a 12 jó. Ezzel állítólag lehet nyerni, hogyha ez így végigmegy, kivéve, hogy az ellenfél is folytatja, Jair helyett már Kation Nixon van bent, aki hát a corner poszton általában van, aki szerint visszalépés. Mindenesetre egyenlítődnek az erőviszonyok ott a periméteren. Utolsó percekben vagyunk, sürgősen haladni kéne. Ilyen 10 yardokat passzol mindenkinek Brady, egy embert leszámítva, akit taszít a labda. Ki az? Tudjuk mindannyian. Scotty Miller, nincs az a pénz szalad, hogy ő megfogja, de sose vágják ki. Perimen elkapja ügyesen, majd fumble. Ó, hát akkor inkább ne kaptad volna el. Savage megszerzi. többi maradék idő már nem változtat a szünet előtt. Úgyhogy ennyi lett volna, újra turnovert néztünk. Daps indul illegális blokkal. Aztán próbálják azt, hogy most akkor normálisan blokkoljatok neki. Jó, hát azzal nem nagyon haladnak. Dillon elejti a passz kísérletet. Pedig csak a markoló részbe kellett volna belehajítani, az elég nagy. Pont. Fornet. Három futás. Tíz yard. Na, rájöttek a sportnak a nyitjára. Itt a Tampa Bay-nél left Savage, Védelmi pass interference. Cameron Braid ellen. Hát ugye névkötelez. Scotty Miller elkapás. Ó, oh, tényleg? Hát igen, csak kívül. Fehér csíkot, tehát éppen, hogy csak érintette, de hát a másik láb sem ennyire. Gage, fumble a félpályán. Nixon okozza. Ennyire volna. Scotty Miller mindig megmutatja, hogy van lejjebb, mert hát ő nem fogja meg, vagy kívül fogja meg, de legalább nem, fumble. Ezek meg megfogják, aztán hagyják, hogy kipaskolják a kezükből. Ezért van Scottie följebb a depth charton, látjátok, nem csinál károkat. Hasznot se, de az mindegy, ez nem kell, majd azt csinál más, ha meggyógyul, vagy letelik az eltiltása. Na hát a Green Bay ugye, tudja, hogy nekik is 10 yard kellene, de csak 6 sikerül. Nagy örömükre a pont O'Danell részéről, hát az nagyon-nagyon elit ezen a meccsen sokat számít, az egyesre rúgja. Special team azon múlik, tehát lényegében tudjuk, hogy a meccsek azon tölnek, el, milyen a special team, punt return, de hát maga pont, ugye abból indul. Későn Nixon leszedi, akkor egyesen, kettesen, valahol ott, támadjatok innen. Onnan képtelenség kijönni, tehát mindannyian tudjuk. Szöszölnek, és végül is visszapontolják. Hát ott Green Bay szabálytalan, több alkalommal is nincs erős kezdő pozíció, pedig hát bizakodtak benne, Enzomból pont az majd nem megy messzire. Rodgers-től egy váratlan hiba következik, de hát neki minden hiba váratlan, nem? Szóval ezt nem is kellene hozzátenni. Az emberei mögé dob, Logan ennek meg könnyű interception, tehát nem gondolta senki, hogy arra megy labda. Mai második turnovere Logan Ryannek, mert ugye az Aaron Jones férjét is ő kapirgálta össze. Play action, Cameron Braid, sikeres. Hát Brady szuperfókuszált ma, tehát az előző meccsekhez képest ég és föld a különbség, de hát hiába a legjobb meccse, a többiek nem nőnek fel a feladathoz. Úgyhogy ez egy field goal drive lesz, 45-ről bemegy a rúgás. De hát ez olyan, hogy most tényleg játszott volna mindenki, aki rajta van a depth a tampában, hát a Brady lehozta volna 600 yarddal, halod a milyen formában van. Ezekkel a fiúkkal hát talán egy 10 pontot tudnak majd csinálni. Green Bay visszamegy a kúthoz, kapott mezőnygól után, RPO, Dubsnak 20 yard. Ennyike. Azon kívül csak simogatják a labdát. Előnyben kockázott kerülés, az ugye nyilvánvalóan fontos, látják, hogy itt ma nem biztosan sok pont kell, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést, csak nehogy úgy álljanak, mint a Gage, meg a Perimen. Mehet akkor O'Danell, menjél fel, aztán rúgtsák be a labdát. Leonard Fornettet szereli Amos a backfielden. Na hát most mindent tudsz a meccsről, hogy a mélységi safety az felmegy, aztán a backfielden szerelget. Tehát annyira veszik komolyan itt a távoli felderítést. Harmadik és háromra nagyot robog előre Brady, de hát csúszással ki is esett pár csavar itt a gépiesített avokádó alapú testéből, és hát hiába azt mondják, hogy holding volt. Hogy merészelte? Spori azt mondani, hogy nem ér Bradynek a futása pont legyen, akkor rövid pont. Negyik negyedben vagyunk, Green Bay field goal a lényegében a meccset, tehát az, az, behozhatatlan előny lenne. Harmadik és kettő, Tryon Sainka szereli minuszban Jones-t, úgyhogy hát csalódsz, amennyiben a sajtot szereted. Negyedik és négyre, hát senki se hiszi el a világon, hogy ezek támadni akarnak. Pantold el, Rogers kiabálnak a szurkolók, nem pantolja el. Majd más. Tampa, harmadik kísérleteken, 8-ból 1, ezen még a Cole Beasley se segít, hiába nagy akvizíció, 3 and out lesz, ennyi, ennyi lett volna, ahogy harmadik, már végük van, Green Bay holding indít, szóval hát ebből sem lesz már parádé, csak nyomorgás a pályán, 12 védő, még mentheti a helyzetet, free play, nem jön össze Rogersnek, nem jön össze, mert ez nagyon durva, harmadik és öt lesz. Pedig ez a NFC éjszakánál összejött volna. Harmadik és öt az rövid. Úgy kezdték harmadikakat, hogy ötből 5, öt, utána nulla per 8. Nem a legjobb recept. Brady passzol Dardennek, az jó. Aztán egy kis rezoldezol, még dolgozok a magyar verzión. De hát nem tudom, jár nem mondom el, hogy, hogy, milyen ötleteim vannak. Lényeg az, hogy dobogatják hátrafele a labdát. Közben Scotty Miller fanből a handoff-ból vagy ilyen tozból, nem is tudom, hogy egész pontosan mit akarna, átjuttatni az egyik wide receiver a másik kezébe a labdát, de hát a földre juttatja. Cameron Braid talál rá, úgyhogy megúszszák a turnover, de hát második és 22. Arra jönnek a defensív tekülök, szekkelik Braidit. Megint pont. 6 perc még az órán. Lazard megveri Winfieldet egy pár harcban. Már a pályára rajzolt kalózos zászlón túl az esemény. Szuper értékes first down. hát mondanom sem kell átjutni a félre. De hát az én emberem Logan Hall előkeveredik Buccaneers védőfalból, szék. Harmadik kísérleten ráadásul, ha hát szuper megoldás, Crosby ma nem áll be rúgni, nagyon úgy néz ki, hát elég volt az extra pontoknál. Legyen egy pont akkor a tízesre. Szereted a pontokat, ez a te meccsed, de sok meccsed van alapvetően itt ebben a fordulóban. Brady úgyis izgulja a végén, szóval nagyon tudjuk, hogy mi lesz. Tehát most még átadják a tampának, végig kellene menni társdánnal, hát az elizgulja. A gégyesek minden esetre biztosan tudják, hogy mi lesz, azt hát kapja az emberük, Russell Gage, igen, oda dobogatja neki Brady. Green Bay várja a két perces figyelmeztetést nagyon, mert hát eléggé rendezetlen a defense előtte. Visszaállnak ilyen biztonsági felállásokra, pedig ugye az alapértelmezett, az működött, semmit nem tudtak ellenük csinálni. Most két variálnak, hogy mert ú, már csak két perc van, aztán az ellen meg lehet haladni. Brady ilyen kilenciaros passzokkal operál, és a többit meg hozzáteszik a többiek, ugye hát attól függ, hogy mennyi lesz a végén, kivéve a Scotty miller -t. ő csak négy yardot csinál, hát igen. Gage a főszereplő a Drive-ban, Cameron Brayt ellen most Amosnak van, Pass Interference, és végül egy egyjardos TD, TD összejön a Gage-nek, Idő elfogyott, szóval muszáj, hogy jó legyen a kettes, mert az site kick után már nem igen lesz másodperc ehhez képest egy delay of game-el jönnek elő, szóval a hetesről kellene megcsinálni a kettest. Azt a Devon drake elütti. Úgyhogy 12-14, az onside kick meg Lazardé lesz. Tampa Bay kikapott a mérkőzésem, de nem számít. Mert hát ebben az összejtásban nyilván kikapnak. Így, hogy nem játszik Godwin, nem játszik Mike Evans, nem játszik Julio, nem játszik Donovan Smith. Most szintén, most mit akarunk tőlük? Tehát most nyilván nyilvánvalóan az volt a papírforma, hogy kikapnak, ez most megtörtént ahhoz képest, hát alig bírtak velük. Úgyhogy a defense az vadállat, tudtuk, hogy eddig is, hogy azok nem változott, nagyon ritkán kapnak pontot, olykor még meg is szerzik a ballont, Brady pedig kezd normális önmagára hasonlítani. Várhatóan majd december-Január környékén hozza akkor az All Pro formát, addig, még majd jön egy-két győzelem minden onnan, meg jönnek a felépülők, és akkor majd úgy könnyebb lesz. Green Bay mindig nyer, most is nyert, ebből nincs semmi látnivaló igazából. Harangadót nyer, ha nem nem erre vagyunk kíváncsiak. Ők egy kicsivel itt most egészségesebbek voltak, így favoritnak számítottak idegenben is az én szememben, úgyhogy elvártam volna, hogy valahogy nyerjenek, valahogy nyertek. Igen, nem kellett százzal, és hát nem is nyertek csak kettővel, de az a lényeg, hogy most van egy fontos tribreaker, amennyiben a végén hasonló mérleg van, akkor majd lehet örülni. Úgyhogy emiatt fontos, kötelező feladat megtörtént, de hát igazából emiatt ö, nem vonok le semmilyen konzekvenciát a játék erőt képviselően egymáshoz képest, mert ö, annyira tartalékos volt a tampa. Green Bay is tartalékos volt, de hát azért az más szint, tehát meg hozzá, inkább jöttek vissza emberek. Még hogyha ki is dőlt a Jair, azért a bakteri már ott volt. Úgyhogy azért az nagy különbség. És akkor egy Denver San Francisco-val megyünk, Sunday Night Football, nyugati meccs, mindig jó meccs. Sunday Night Football nem mindig jó meccs. De majd ezek. Hát rögtön egy hosszú pálya tornyosul Jimmy Garoppolo előtt, amennyiben tud tornyosulni a pálya. Hát ezt ő mondja. Tehát akkor az még ilyen sok uh, használatra készülhetünk, hogyha át akarnak jutni, sokféleképpen kell beépíteni a playbookba nincs kirontás a boxból, amit tőle megszokhattunk. A is zavarják, ahogy ott bíbelődik a labdával. DJ Jones, az, aki egy bosszú sánccal jelentkezik, immár Denveri védő, tavaly még Niners leüti a labdát a földre, pont. San Francisco defense sem engedi ardokat, a kontakt után legalábbis Judy Herr eléggé ráfarag, csúnyán megverik őt, Ugye Hackett legutóbb a playoff meccsen Green Bay színeiben szembesült ezzel a Niners defense -en. Nem igen tudtak mit csinálni ugye azon a rájátszás találkozón, hát akkor most szuper bizakodó vagy, hogy ezzel a személyzettel majd arat ellenük. Ájuknak kezébe kerül egy labda, 20 yardos Jeff Wilson pedig 40 yardot repeszt előre, aki most a futó. Ugye Jimmy Garoppolo körül hát mindig megtáltosodnak a running Valahogy, ha ő oda kerül, és az ő kezéből kerül át a futóhoz, hát a a maximumára képes. Kitül nem tudom, hogy tőle gyógyul-e meg, de ott van a pályán. George Kitülnek, hogy ágyék sérülése volt, most lehet, hogy ők így mondják, hogy a töke tele volt a Trey Lenszel, de minden esetre ez elmúlt, és mind a kettő elmúlt. Dibos Samuelnek hátrafele dob Jimmy Garoppolo, halad előre fele, tudja, hogy merre van. Nem konzervatívak, de hát a, a wide receivernek hátrafele passzol. Ajuk, touchdown is van, Dibo eltorlaszolta az embert előle, aki szerelhette volna, úgyhogy 7-0, mint a szerű drive újabb rövid Denver támadás, viszont harmadik és kettőre lapos a Alberto-nak, ami kijött Russell kezéből. Alberto nem robban be az elitbe ebben az évben, pont. Ájuk sorra hozza first ahogy kezébe van, mindig mozog a lánc. Aztán egy kis flag football, ó, nagyon sokszor hallottuk a bejelentéseket. Jó volt a bíró mikrofonja. Majd egy szek, Josie Jewel-től. Jöttek sokan a blitzből. Linebacker kapta el kóttörbe kuraságot, pont. A pronkóz, hát az olyan, mintha ma focizna együtt először, de hát ezt már három hete látjuk. Harmadik és kettőre Judith elválasztja labdától, Immanuel Mosley. Az mondjuk nem kémiai kérdés, hogy nem maradt a kezében, mert a Russell arra feledobta. Kémiai kérdés az az lenne, hogy melyik gáz nem oldódik a vízben, de hát erről most nincs szó. Ezen agyal a Denver egyébként, és hát Dibó lehúz egy újabb masszív löketet, utána nem figyelőktől, Gunslinger Jimmy Garoppolo szeret kockáztatni, meglövi ezeket. Szörtenék rájönnek a megoldásra, elütögetik a passzokat, kémiai megoldásra nem kell rájönni, hogy már régóta együtt fociznak. Wisnowski, jöjjön, pantoljon. Nagy izgalommal nézzük, ugye hónap játékosa lett. Special teamben. San Francisco Panther. Hát ez ránézel egyből tudod, hogy hát ez a csávó, ez a többiek fölé tornyosul. Russell Wilson kis félkörben fotbalozik, aztán saját célterületéről elengedi, Sutton állal 40 yard. Na ez megy. Suttonnek megy a fotball, ezt már láthattuk a szintén borzasztó erős Texans ellen is, át tudják menteni itt a Niners ellen. Play action Passnak a végén, nem is passz, csak játék, nincs hova dobni ugyanis. Kerry Hyder pedig szekket jegyez. Judy üresen marad, hát micsoda útvonal futó ez a Jerry Judy, hát azért van üresen, igaz? túrán ő menne elől. Mi nekünk csak követni kéne. futás az reménytelen, amennyiben a bronkóz nézed, omennihu, meg hát ilyen szek jellegű tekül, tehát itt rácsimpaszkodik rá szörre, lehet, hogy előre feledől, de lényeg az, hogy megakadályozta a támadás, vége van. Field goal 55-ről McManus, kapuba, 3-7. Deepoval most a linebacker van útvonalon, hátrál Samuel, a saját uh, kapujával van szembe, úgy várja, hát úgy van vele, így fair, ugye. Jó, hogy nem majd még uh, lefutja linebackert, ugye, szerencsétlen van elég baja. Kiszolgálja őt Jimbo Garoppolo. Holding után, hát igyekeznek, kitől is Dibó is, de hát 16 yard uh, nem elég a first Senehen pantol a lónak a szeméből ami ott fel van rajzolva, ugye, Fater nagy sikereket ért el ezen a pályán. Legalábbis az oldalvonalnál, utána meg egyre kevesebbeket. 0,5 yardos vonalra megy a pont. Javon Williams harcol a helyért, hogy a Saturnnek lehessen first down dobni. Sikerül. Russell többször is megteszi ezt. Williams legjobb futása megtörténik 15 yard. Úgyhogy hát ott nem álljulsz el. Wilson több improvizatív, ilyen súlylökő passz. Kijön a kezéből Scramblingnek a végén. Gordon egész jól fut vele. Ismerek egy csávót, aki ilyen hasonló stílusban irányít. Szereti a shovel passzokat, meg így saját kutfőből előhívni ezeket. Hát Washingtonban vozizik most. Nem nagyon tudod megkülönböztetni, ha a Russell Wilson mellé, hó, hát mintha ugyanazt az embert látnád. De a stílus meg az elegancia az biztos. Jön akkor Hufangá, bodegás polamalú, minusziardos szereléssel. Sutton elejt egy labdát, na hát van ilyen, pedig hát neki mindig meg kellene fogni. Drake Jackson nagy draft választottja Ninersnek, Szekkeli Russellt. Hát ezzel még field se. Úgyhogy egy nagyon értékes szek, mert akár mondhatjuk három pontot ért. Pont beszorul San Francisco célterülete elé, Jimmy elszalad, de hát nyilván holdinggal. Nem jár meghívó neki rejtett atletikus quarterbackek Facebook csoportjába, főleg azért, mert hát még mégiscsak csere vagy érted, böki oda neki Mayfield. Garoppolo, ne add be a jelentkezésbe, csere vagy, amúgy nem vennénk be. És az ide. ő mi? 50-esről támad Denver Broncos. Hekiték megerősítik a pozíciójukat a zászló power ranking első helyén. Kinek lesz ugye legtöbb szabálytalansága? Hát ugye Denver Broncos nincs, aki lett a szítsa, tehát ennyi zászlót még az életedben nem láttál. Raidersnél irigykednek, tehát ez a amikor nem a Las Vegas nyeri a zászló versenyt, hát akkor ott valami félre ment abban az évben, de hát most ezt a broncos hallod? Soha nem fogják befogni. És ugye van a Gerett Bolls, hát aki azért tudjuk, hogy ez egy nagy mágnese a zászlóknak, de hát olyan konkurenciája van csapat szinten, hogy maga is meglepődik, hogy hova felnőttek ezek a fiúk. Harmadik és 23 fegyelmezett bronkóznál Alibi Passpont. pont egy perc még van, de hát ott már mindenki várja, mert ehessen a narancsot a szünetben megtörténik. Utána Denver kezd. Nick Bosa felrúgja Russell wilson Oké. 3. és 14. Azt mondják, szabályos volt. Jó. Kirúgja a lábát. Máskor azt mondják, hogy ez nem érvényes, de mehet. Úgyhogy... Hát a mennyeiből rengeteg játékos lehetne vinni ennyi alapján sérnek végre meg lenne a posztjuk, ugye? Harmadik és 14. Nem sikerül. Miközben, hát mindenki húzza a védőt, úgyhogy nem tudnak odafigyelni. Megértem, pont. San Francisco rövid pályát kap. jimmy megzavarja, hogy oda snappelik neki a labdát. Hát mégis figyelj, te vagy a quarterback. Jaj, ez mit akarsz ezzel? Fumble. Denveré. Szereti kivonni magát, azt tudjuk hogy itt a támadásból, mint irányító játékos, de hát olykor, sajnos. Hozzád kerül a ballon. Aztán jön a Ninersben Kevin Givens a védelemből egy szekkel, minusz 6 yard. Őt majd valószínűleg elviszi magával a következő csapatához, ahol head coach lesz Dime Korájens. Ugye ezeket a hasznos kiegészítőket hát mindig viszik magukkal. És hát top kandidás következő head coach pozícióba Dimeko. Lehet majd pont a te csapatodhoz, hogy érzed, várod már. Sutton felezi a távolságot, de hát negyedikre így is pont. Nagyon sokat kellett volna menni. Kettesre pantolják. Jimmy, dob egy pick a Bradley Chubbnak, aki nem éppen a legjobb kezéről híres, de rutinosan előtte hátra ment Garoppolo a kapu mögé. Na most onnan már hiába dobott, tehát ott már berakják a zászlót, hogy ez sajnos egy safety. Nem is zászlót, hanem a kézjelet. már mindenhol zászlót látok, elnézést kérek. Szóval kifarolt Jimmy és végül is itt a negyedik sorból passzolt előre a popcorn árus mellől. Azt mondják, hogy az már nem a pálya része. Hát miért benne vagyunk a stadionba? Azt mondta Orlovski, hogy még mehet. Hát safetyt t beírják így is. 7-5. Az állás, nagy meccs, ugye, lehet ennyi marad? Russell, megtömi Cortland, Sutton tovább, hát ha lesz valami offenzív pontszerzésük is, vagy a defense már szerzett pontot az előbb, special team azért már rúgott, hát ha lenne egy támadó pontszerzés, hát az milyen király lenne? Súgnak össze ott Kolorádóban, ritka látvány, megmondom neked. Papó már szétverte a tévét, ő ezt nem nézi sajnos. Nem lenne rossz hogy a field goal, tehát így az 7-5, ha rúgnának egy field goal, törhelyek, hát bravúros fordítás, úgyhogy nem is kell az offenzív TD. Azért a Melvin Gordon szeretne 47-esig lépdel, utána a másik 47-esig vannak. San Francisco védelme, hát átveszi ezt a zászló stílust. Hokjuli konzisztensen fújja, nagyon jobb íráskodik, mindenre bedobja szaggatott a játék, de hát tudtuk, hova jövünk. Tehát itt azért lesz egy Niners Broncos, tudtuk, hogy hát itt igen. Fogunk majd hallani szomorú dolgokat. Harmadik és négy, Judinak rettentő magas indítás. Field goal 53-ról mellé. Pedig hát itt a jó levegőbe vagyunk, hogy lehet mellé rúgni, megmenüsz. Jeff Wilson, egész jó repesztés, itt a jobb összekötő helyén indult meg. Trent Williams ugye kidőlt a Ninersből, úgyhogy hát a fal bal oldalát az felejtsük el, ott a Jalon Moore a leftekül. Beszélgessünk Jalon Moore-ról. Jó, te kezded. Gregory jön egy szekkel. Nem tudom, hogy van-e összefüggés, de tény az, rendi Gregory elkapja az embert. Harmadik és 18. Azt a gyeptéglára továbbítja. Quarterback, pont. Hatosra most. Úgy de itt is jó pontok vannak ám. Tehát itt azért Tampa Green Bay-sáv volt, hogy igen, jó pontok. De ezen a meccsen talán, talán még jobbak vannak. Úgyhogy ha csak ezért nézed, hú, ez volt a teheted. Russell hasznosan játszik, begyűjti a running back-től a fumbelt. Tehát erre gondolok. Tehát van olyan, running back elhagyja a labdát, pattog a földön, ráfekszik Russell Wilson. Hát ezért hozták. 3 és 13. Hát az nem jó de nem is safety. Szóval egyezünk ki abban, hogy egy elfogadható play lement, pont. Ray Ray, pont return, pont return, 41-esre McCloud. Nem használják ki. Kiváló kezdő pozíciót. Alapértelmezett elvárás, ugye ott a field goal, tehát hogyha onnan nem jutsz el, akkor honnan jutsz el, de hát azért ott a touchdown is lehetne már, hát ennél jobb kezdőhely nem igen van, de mindegy, odaállnak 51-ről végül, és az a vége, Robin Gold berúgja kapuba. Hát kartos ez a D. Hát ezek kellene nehéz haladni, még egy rohadás sincs. Bemegy a rúgás. 10, vonal 5 az állás. Ez elmenne végeredménynek. Már negyedik negyedben vagyunk. Russell Wilson. Belövi a defense mögé. Judy kezei közül kiesik a hosszú testdán harmadik és hét. Arra meg Russell fut. 6,91 század yard. Hát akkor pont legyen. Mutatja Hekitt, Jimmy elindítja Juice felé első célba vételt. Lábúj hegyezés a szélen a fullbacktől. 24 yard. Az oldalvonal. Megőrül a bravúras elkapástól. Van ott egy Muki, a Niners stábban, nem tudom, hogy mi a beosztása, de ő az, aki hivatalosan csak nagyon-nagyon lelkesen örül. Fekete ruhában, nem tudom, hogy egy csapat kéményseprője, de őrület az elsők között, ez az milyen jó volt. Hát figyelj, vezet a csapat. Harmadik és háromra mondjuk nem örülhet, mert Kevin Williams bosszú deflekciót mutat be a Broncos mezében. Pont. Megindul a Denver. Time Management királyai, ugye, ebből már nagy baj nem lehet. Russell Winson keresi a hosszút. Egy 27 jaros beakad. Na hát mindenki közül kinek, nyilván a Kendall Hintonnak. Oké, okay, mennyi útvonalra. Scramblingből, First Down is most teljesül. Vintage Russell Winson megkapjuk a végén. Sokszor volt ilyen Seattle-ben. Háromnegyedik sírt a labda, de közel maradtak, és a végén megnyerik. 25-ösön belülre szalad Russell. Sutton. Visszafordul, ütempaszt várja, nagyon pompás. Jaj, golvonal jön. Hú, ez a Denver szezon, láttad már őket. Ott nagy baj van. Eddig ügyesen elkerülték, tehát itt a Niners meccsen, hogy csak a vörös zónából bemegy, menjünk, mert ott hát képtelenség bármit csinálni. Erre Melvin Gordon, hát ha még az egyesre jut, az meg az ugye a legnehezebb mindegyik közül. Tehát az egyesről a legnehezebb bevinni, kettesről nehez, nem olyan nehéz, de onnan is nehéz, és akkor így tudunk haladni egészen a vörös zóna végéig. Hát most akkor az egyesről kellene. Na nézzük, fumble vagy nem fumble? Touchdown. Sikerült az egyesről bevitte bronkóz egy jardos TD lehetséges. Melvin Gordon. Na hát, kitárult ezzel a playbook. Kettes rámennek falba. Lepattan, 11-10. Marad akkor több mint négy perc még. Ó, hát Jimmy. jimmy és az embereit is sanyargatják a védők, de hát így is kezdenek haladni. Hiába van a szájában, kijön a labda. Hiába nyomorgatják, elkapja az embere. Hát látod, itt azért harcedzettek. Field goal elég. Tehát itt azért a nine ersnek nem kell végig menni ugye? Jennings, illetve McLeod, hát most szólnak hozzá először a mérkőzéshez. offence legalábbis. És akkor a clutch megoldások után, Kavan Williams az egyik play-ben a munka nélkül marad. Hát akkor itt tolódik a labda felé, gondolja, mindenkit fognak, hova segítsek? Hát amerre a labda megy. Beleüt, Interception Jonas Griffith-től, a linebacker, korábbi 49er, megfogja pick volt. Két perc, hat másodperc maradt, három időkérése van Senehennek. Futtat hármat hekit, 3 and out lesz nyilván, de már csak egy sem maradt a Senehennek, és bemennek két perc alá. Pantry turnt elbubuzzák, de hát is a San francisco e még akkor egyszer meg lehetne indulni. Bradley Chubb elkapja Jimmynek a lábát. Nem pörgött ki elég sebesen a zsebből. Jeff Wilson aztán meg elfumblizza. Jó van, köszi. Lock. Forced fumble. Még hogy érted itt vége a lock korszaknak. PJ volt az kipattintja, Karim Jackson megtalálja, fumble recovery, megnyerte Broncos. A turnoverek, így összesen 3-0 lett, és hát ugye mosolygó Jimmyvel, így azért marha nehéz nyerni. Szóval, hát ismerjük Garoppolo-nak a játékát, lehet vele nyerni, hogyha egy sallagmentesen, hiba nélkül, turnovermentesen lehozzátok, ő is, meg mindenki más, hát akkor ez a meccs is meg lett volna. Így, hogy volt ez a három turnover, meg hogy kiszaladt hátra a így kikaptak, ugye. És hát ez azért benne van, hogyha találkozol egy hasonlóan ütős defense mint mondjuk ez a Denveri most, akkor hát kialakulhat egy ilyen mérkőzés, és abban nem férnek bele, mert hát nyilván azok eldöntik, turnoverek eldöntik a mérkőzést, meg az is, hogy a Trent Williams kidől. Tehát az, hogy rá elég sok minden épül ebben a Niners offence-ben, és hogyha ott csak egy manus van, vagy egy csere, hát akkor ott vége mindennek. Főleg úgy, hogy belül is már no -name játékosok vannak a falban. Úgyhogy most sok minden összeesküdött a Niners ellen, de hát valójában maguknak köszönhetik. Ők hibáztak bele, ők adták le ezt a mérkőzést. A Denver nem sok mindent tud csinálni alapvetően, de védekezni ezt tud. És hogy ilyen sárdagasztós fotbal van, az nekik kedvez. Meg a végén lehet, hogy Russell összepakol egy drive rutinból, ahogy ez most megtörtént. Úgyhogy a Broncos még életben van, még szuperligásnak tartja magát, de hát a játékuk az csak védelemben az. Támadni hát nagyon nehezen bírnak, csak úgy tudjuk nézni, hogy közben folyik a vér a szemünkből, de azt mondják, még soká lesz a playoff. Majd addigra összeáll. Jó, hát mi ezt itt megvárjuk. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet ezzel a mai napra és erre a hétre, amely a játékét mérkőzéseit illeti. Holnap akkor újra kezdődik a körforgás, immár negyedik hét, jönnek a rossz tippek, és hát valamikor a múlt szombatihoz hasonló időpontban, már napnyugtához közeledve fogom szerintem kirakni a videót. FCS összefoglaló, az erősen kérdéses, hogy lesz-e, de hogyha most nem lesz, akkor lesz jövő héten. Nagyjából így lehet kalkulálni. Köszönöm kérdésed. Mint ahogy a pártoltalóknak megköszönöm azt, hogy támogatják a csatornát, és nektek meg azt, hogy itt vagytok, és nézitek, és lájkoljátok, like és hozzászóltok olykor. Nagyon hálás vagyok érte, csak így tovább, és akkor hétvégére jó pihenést, és majd még találkozunk a napokban. Szevasztok!